A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége tekintettel arra, hogy a bajnokságok folytatására meghatározatlan ideig kormányzati intézkedések és sportszakmai indokok alapján nem kerülhet sor, április 9-én a teljes felnőtt és az U15, U17, U19, U21 korosztályú utánpótlás teremröplabda bajnokságokat befejezetté nyilvánította és úgy döntött, hogy nem osztanak ki helyezéseket. Az, hogy a szövetség le fogja zárni a bajnokságot, az egyáltalán nem érintett minket váratlanul, mert jelen helyzetben ez volt a legészszerűbb döntés, meg az egyetlen döntés, amit hozhattak, mert ugye ebben a kialakult vírus okozta helyzetben, hogyha folytatni akarták volna a bajnokságot, az mindenféleképpen csak rizikóval járt volna. A későbbi időpontok pedig már ugye ha lehetőség nyílik arra, hogy bárminemű versenysorozatot indítsanak ugye a nyár folyamán, azokat általában ugye a válogatott programok szokták elvinni a röplabdába. Én úgy gondolom, hogy ezt mérlegelték. Úgy gondolom, hogy beszéltek a Nemzetközi Röplabda Szövetséggel is, hogyha esetleg lehetőség nyílik versenyeztetni, akkor ugye a válogatott programokat megtartanák, mivel hogy Európa bajnoki selejtezők is lesznek, azokat nem igazán tudták volna eltolni, így emellett döntöttek. Tehát ez egyáltalán nem ért minket válaszlanul. A csonka szezont egy még Hollósi Lászlóval szerzett magyar kupa ezüstéremmel zárta a Fátum Nyíregyháza. Az extraligában 13 győzelemmel és 5 vereséggel a második helyen állt a már Németh Szabolcs által irányított együttes. Másodedzőként kezdtem, tehát abszolút én úgy számoltam ezzel a bajnoki szezonnal is, hogy ugye beülök az iskolapodba és tanulok, mind a mellett a röplabdát illetően rengeteg tapasztalatom van, de edzőként ugye azért még nem mondhatnám, hogy tapasztalat voltam, sőt, igazából még abszolút tapasztalatlan. Aztán az élet úgy hozta, hogy be kellett állnom ugye ebbe a vezetőedzői pozícióba, ami ugye nem egy kis feladat, főleg egy ilyen patinás klubnak a kispadjára leülni. Mondhatnám, hogy klubhőség, még azért annyi ideje nem vagyok itt, hogy klubhőségről beszéljünk, de én nagyon szeretem ezt a klubot, és ez az egyetlen egy lehetőség nyílt arra, hogy folytassuk a munkát. Én ismertem a lányokat belülről, nem mondhattam nemet, nem magam miatt, hanem a csapat miatt nem mondhattam nemet. Annak ellenére, hogy tudtam, hogy ez egy nagyon nagy feladat, és valószínűleg még adott pillanatban ugye nem általam összerakott csapat, nem általam játszott téma volt, tehát tudtam, hogy nehéz. Én úgy gondolom, hogy ha az eredmények nem is azt mutatták, mert játszottunk 4 meccset, ami sajnálatos módon volt 3 vereségünk, ugye ez az MTK talán a legfájóbb belőle, a legutolsó, de én úgy gondolom, hogy az előtt is és azt követően is már elindult egy olyan folyamat a csapatban, hogy megértették azt a játékszisztémát, amit szeretnénk játszani, amit egy picit más volt, de ugye nem felhagyva azt, amit ugye az előző vezető edző diktált, mert azért annyit nem lehetett változtatni. Én megmondom őszintén, hogy sajnálom a játékosok miatt, hogy nem tudtuk ezt a rájátszást lejátszani, mert rengeteget készültek a bajnoki szezon addigi időszakáig. Tényleg rengeteg munkát beletettek. Még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon sajnáljuk, de nem tudtunk más csinálni. Ezt sajnos el kellett könyvelnünk, hogy más lehetőség nem nyílt arra, hogy tényleg biztonságban tudjuk egészségileg is a játékosokat is, illetve a stábtagokat. Németh Szabolcs elmondta, hogy a jövőről még korai beszélni, de a lehetőségek függvényében szeretnének majd olyan csapatot kialakítani, amely a klub múltjához méltóan szerepel a következő szezonban.